Amikor megírtam a dalt, én nem ismertem volna álmodni, hogy úristen, sikerülhet az Eurovízió. A dal maga ugye az nagyon jól jött, mivel pont abban az időben, pont előtte kezdtem ezt a dalt. Én is mondtam, hogy úristen, de jó lenne. Egyébként egy nagyon nagy álmom volt így bekerülni a 30 legjobb dal közé, és hát most sikerült, tehát repülök a boldogságtól. Nekem van egy barátnőm, és most nagyon nehéz időszakon megy keresztül, tehát hogy konkrétan az életével küzd, ez egy betegség, és most már immáron másfél éven mellette vagyok, és támogatom. Egyébként semmi szerelemről nincs szó, hanem tényleg egy nagyon közeli barátnőm, aki hogy is mondjam, aki inspirált. Magyarul is elkészült egyébként, viszont a fő szempont az mindenféleképpen angol volt, mivel én úgy gondolom, hogy én nagyon szeretek angolul énekelni már kiskorom óta. Ugye a Zeneművészeti Egyetemen is jazz tanszakán végeztem, ott nincsenek magyar dalok, tehát azt erősítettük. Ugyanakkor úgy tartom, hogy nagyon-nagyon kifejező és gyönyörű nyelv a magyar nyelv. Én mind a kettő nyelv, tehát a nyelven mind a két nyelvnek a pártján állok, viszont ugye ha már az Eurovízióról van szó, akkor én úgy gondolom, hogy az angol az anyanyelv, és angol nyelven is kell, hogy megszólaljon a dal. Maga a dal, azt úgy gondolom, hogy mivel az én kezemből való, és én álmodtam meg, tehát hogy mindenféleképpen hiteles, és ezt a hitelességet szeretném közvetíteni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos egy versenyben, hogy mennyire tudod átadni, és mennyire hiszel a saját dalodban. Én már annak nagyon fog körülni, ha a döntő sikerül, viszont ha bekerülnék a legjobb négybe, hát az meg maga lenne a paradicsom, szóval persze az ember mindig reménykedik, reménykedem én is, meglátjuk.